Immár több mint egy hónapja, hogy Berki Krisztián tragikus hirtelenséggel elhunyt. A halál pontos okát pedig azóta is homály fedi. Annyi biztos, hogy szívmegállás okozta Berki halálát, azonban, hogy ez mi miatt következhetett be, azt nem hozták nyilvánosságra. Felreppentek hírek, miszerint egy férfi drogokat adhatott el Berkinek, őt ki is hallgatták, de végül nem emeltek vádat ellene, mivel, mint kiderült, nem volt köze Berki Krisztián halálához, és évek óta nem is tartották a kapcsolatot. Azonban június elején olyan információk láttak napvilágot, amik minden eddigi Berki Krisztián vagyonáról gondolt paramétert teljesen átformáltak. Állítólag ugyanis hatalmas adósságban úszik a család. Ezek szerint Berkinek már korábban is anyagi gondjai lehet, hiszen az adósságok nem egyik pillanatról a másikra halmozódnak fel. A család egy ismerőse arról is beszélt, hogy Berkinek sosem volt Bentley-e, vagy bármilyen más nagyértékű luxusautója. Ezeket mind-mind kölcsön kapta tehetős ismerősöktől, vagy éppen bérelte őket. Tehát az ő nevén egyik sem volt konkrétan, de mégis úgy állította be a közösségi médiában, mintha minden autó az övé lenne. Berki özvegye Mazsi férje halála óta nem is aktív a közösségi médiában. Egy informátor szerint a felhalmozott adósságokat próbálja felgöngyölíteni és kifizetni. Nyilvánvaló, hogy nincs olyan élethelyzetben jelenleg, hogy még posztolgatásra is legyen energiája. Berkiről egy egész ország hihette azt, hogy milliómos, sőt sokan akár azt is, hogy milliárdos, pedig nem volt az. És most valószínűleg lehullott a lepel. Nyilván kisebb a kontraszt, hogyha mondjuk egy milliómos hazudja azt magáról, hogy milliárdos. Ez azonban ebben az esetben, mint kiderült, nem így volt. A látványos, egzotikus utazások is sok esetben reklámszerződések eredményei lehettek. Berkinek azonban már hozzátartozott a nyilvános imidzséhez az, hogy végtelen pénze van, és bármit megengedhet magának. Éppen ezért ebbe a róla kialakított képbe egyáltalán nem fér bele az, hogy gyengének mutassa magát. Vagy netán saját anyagi gondjairól rántsa le a leplet. Ő egy olyan média persona volt, akinek az volt a fő célja, hogy az emberekből szélsőséges indulatokat váltson ki, álgazdagsága révén elsősorban. Nem Berki Krisztián volt azonban az egyetlen ember, aki sokkal nagyobb vagyont és több pénzt mutatott a külvilág felé, mint amennyi valójában volt neki. Hasonló hazugságokon kapták nemrégiben 6ix9ine-t, akiről az derült ki, hogy kamu kellékpénzekkel flexelt. Tisztában vagyok vele, hogy nagyon meredek párhuzamot vonni egy amerikai rapper és Berki Krisztián anyagi helyzetek között, de a közösségi médiában felállított kép mind a kettőjükről eléggé hasonló aspektusokat mutat meg. Így tehát ebből a szempontból mégiscsak elég sok a párhuzam. 6ix9ine a bíróságon vallotta be, hogy egy vasa sincsen, és egy elvesztett per tönkretenné anyagilag teljes mértékben. Ehhez képest a nyilvános szereplései mindig a pénz körül összpontosulnak továbbra is. Kifelé mindazt látjuk, hogy nagyon gazdag, és mindenki támogat anyagilag, aki rászorul, de a valóságot egész pontosan nem láthatjuk a közösségi médián keresztül. Berki Krisztián meglepő, valódinak tűnő anyagi helyzetéről azonban csak halála után kezdtek szivárogni az információk. Ezeket persze nem szabad készpénznek és 100%-osnak venni, azonban így is elég hihetőek az informátorok nyilatkozatai. A közösségi médiában is megnyilvánult jó pár ember arról, hogy Berki Krisztián magánemberként sokkal máshogy viselkedett, mint például a tévés szereplései során. Egyáltalán nem azt az arcát mutatta a magánéletben, mint a médiában. Az általa felépített imáshoz pedig nyilvánvalóan hozzátartozott az eltúlzott gazdagság, ami mögött persze a valóságban nem voltak pénzhegyek. Neveket nem igazán szeretnék mondani, de én is részt vettem már olyan forgatáson, ahol az adott illető a kamerán kívül tök jó fej volt és közvetlen, majd amikor forogni kezdett a kamera, teljesen megváltozott és egy merőben másik arcát mutatta, szinte rá se lehetett ismerni. Gyakorlatilag felvett egy álarcot, és teljesen más emberré változott ezáltal. Ezek a hazugságok és ferdítések azonban egy idő után a magánéletet is nyilvánvalóan negatívan befolyásolhatják. És az is lehet, hogy Berki Krisztiánnal is ez történhetett. Az igazságot persze 110%-osan nyilván csak a közeli hozzátartozói tudják, míg a többiek, a sajtósok és nyilvánvalóan bármilyen közösségi média felületen az emberek csak találgatni tudnak. Így tehát ezt a videót sem szabad készpénznek kezelni, viszont az interneten fellelhető információk azt sugallják, hogy Berki Krisztián gazdagsága nem volt igazi. De kíváncsi lennék a ti véleményetekre is, hogy ti mit gondoltok, hogy tényleg hazugság volt minden, és az egész anyagi helyzet?
Fejtsétek ki a komment szekcióban. Ha pedig tetszett a videó, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel, hogyha nem szeretnél lemaradni az elkövetkezendő tartalmakról sem. Instán és Facebookon még mindig tudtok követni, a linkek még mindig ott vannak a leírásban. Én köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan újra találkozunk, és ezt még mindig nem fenyegetésből mondtam. Sziasztok! Legyen a téma az utóbbi tetszett, iratkozz fel, a csengőt fejed meg!